a zenekar négy tagú, és ketten vagyunk itt, Kaldeneker Ferenc, én vagyok, magam Kis Milán. Körülbelül egy éve találkoztam a basszusgitárossal Szűcs Ádámmal egy kávézóban, és megegyeztünk arról, hogy szeretnék egy zenekart alakítani, és tulajdonképpen rá három hétre már meg is volt ez a négyes felállás. Gergőt egy ismerősünk által, a dobosunkat egy ismerősünk által találtuk, és Gergőnek nagyon jó barátja volt Feri, és ő egy próbára rácsatlakozott a zenekarhoz. Ugye a zenekar fele Kecskeméti, de nem is Kecskeméti, mert ugye Milán, tehát ilyen Kecskemét peremváros, Ballószög, Katonatelet, de ugye Milán most már mondjuk Kecskemét alakít, tehát hogy Kecskemét a fele, a másik fele a Kerekegyháza, ami ugye Kecskemét mellett van, ugye a Gergő a dobosunk is, én Kerekegyháziak vagyunk, és hát így visszatér, hát azért szerintem amennyire lehet lokálpatrióták, hogy nem tudom, például így próbáljuk így a Kecskeméti szinte érnek így a hírét így vinni, valamint így a, ugye szerintem na, tök jó Kecskeméti zenekarok vannak, mint mondjuk a Nova Prospect, a Bisbongárdben, vagy akár a Venugrandokszőket, és olyan összehetőjéket Kecskemétiek nevezik. Hát pont annyira, mint minket, mi ketten, az Ádi is Pesten laktok tulajdonképpen, ilyen szinten viszont annyira nem vagyunk vidéki zenekar. Mindenképp van valami erő, ami így összetartja ezt az egészet, már csak az is, hogy tökre szeretünk együtt zenélni, amire így rájöttünk így az idő alatt. Meg hát van egy csomó közös olyan meccőpont zenei téren, amit így tök szívesen hallgattunk, amit játszunk is, és ez a zenekar. Meg ez már az első hónapban eldőlt, hogy így jól megleszünk így zenekarileg. Igaz, gyorsabban lettünk barátok, mint zenekartagok tulajdonképpen. Vannak ilyen elég komoly vívódások is a dalszövegeinkben, amellett vannak ilyen könnyedebb ilyen gondolatmenetek, sőt, kimondottan egyszerűbbek is. Hát próbálunk a lehető legegyszerűbben megfogalmazni olyan problémákat, vagy olyan jó dolgokat, amit így általában az ember egy hétköznapjaiban tapasztal, vagy találkozik vele. És talán szeretnénk azt is, hogyha valaki meghallgatja ezt a lemezt, és esetleg valamilyen életszituációban van, talán segíthet is rajta. Megírtunk egy lemeznyanyagot, meg egy kis lemezit tulajdonképpen ez alatt az egy év alatt, ez 13 szám környékén van, meg voltak ilyen kidobottak is. Szóval, viszonylag, tehát az egy évhez képest szerintem egy zenekari szinten, vagy zenekarokhoz képest így elég jó tempóban írjuk a dalokat is. És ugye pont a mai este is majd pont a most megjelenő nagy lemezünket fogjuk bemutatni, ami ugye mostanra született meg, a Kaland az élet. Próbálom minél több emberhez eljutni, írni a számokat, ugye a legfontosabb tényleg az, hogy tökre szeretünk zenélni, együtt zenélni, és ez egy minél több számot írni, minél több helyre eljutni, koncertezni. Meg én nagyon szeretném még ezt a tartanánk, ezt a munkatempót, amit az elmúlt egy év alatt csinált, véghez vittünk tulajdonképpen, mert szerintem azért kitettünk magunk el, nem tudom, én köszönöm neked, szerintem nagyon ügyesek voltunk. Nem tényleg, ezt folytatni ezt a lendületet, ahogy eddig nyomtuk.